Az idei évben 12%-os átlagos béremelés lesz a gyulahúsnál. Idén átlagban 12%-os béremelésre számíthatnak a gyulahús dolgozói, mondta Görgényi Ernő polgármester a három témában. A műsorban szó esett az önkormányzati cégek működéséről, a város vezetője ennek kapcsán mondta el, hogy mind a 9 gazdasági társaság jól működik. Külön kitért a nem non-profit szervezetek, vagyis a gyulahús és a várfürdő tevékenységére, hangsúlyozva, hogy piaci körülmények között erős versenyhelyzetben is megállják a helyüket, sőt évről évre bővülnek. Gyulaváros önkormányzatának is nagy szüksége van a pályázatokra, a pályázati támogatásokra, hiszen ezek biztosítják nagyrészt a fejlődést. A műsorban szó volt a jelenleg futó beruházásokról, ezeken túl Görgényi Ernő bejelentette, hogy hamarosan elkezdik megvalósítani azt a programot, mely révén a Szent Miklós Park és az Almási Kastély vigadó szárnya újulhat meg közel 1 milliárd forintból. A Szent Miklós Park felújítását tudjuk elvégezni, valamint a kastély rehabilitációját befejezzük, és az oldalszányból, vagy ahogy ismerik sokan a cselészszányból, fogunk kialakítani egy nagyon szép báltermet és gasztro-turisztikai attrakciókat is. Leegyszerűsítve egy helyi csemegetár, valamint egy olyan látványkonyha lesz, ami nagyon jól működik már az ország sok vidékén, ahova majd be lehet fizetni egy összeget, és egy szakavatott szakács irányításával és segítségével el lehet ott majd készíteni akár a kastély szakácskönyvében található korabeli ételeket, 19. századi ételeket, és így maguknak főzhetnek lakomákat a kedves vendégek. A polgármester hangsúlyozta, sokat remélhet a város attól, ha ősszel valóban kiemelt turisztikai régió lesz Gyula és Békéscsaba. Ebben az esetben ugyanis nem kellene külön pályázni a fejlesztési forrásokra, hanem azokat célzottan ide irányítanák, így lendületet kaphatna a Szigeterőd és a Várfürdő fejlesztése.